Savanyúság, paprika és tepertő, füstölt és áfonyás sajt különlegességek. Ezek a helyi termékek vendégváró falatokként várták az asztalon a helyi termék és szolgáltatás fejlesztési fórumra érkezőket. Az elmúlt egy évben kampányszerű tevékenységet folytatott a Vármegyei Önkormányzat annak érdekében, hogy megismertessék a lakossággal a helyi termék fogalmát. Először is az állapotot kellett fölmérni, tehát a információszerzés főként lakossági fogyasztási szokások felmérése, egyáltalán, hogy ismerik a szót, hogy helyi termék, mert a kistermelők, ugye elindult egy vonal, hogy helyi termék népszerűsítés, sokan nem ismerik ezt a fogalmat. Tehát a lényeg az, hogy kétkezi munkával helyben előállított, nem nagyüzemi rendszerű termékekről van szó. A kézműveseket sem szeretném kihagyni ebből a körből, mert számuk egyre csappanó. És a mi jelentősebb tevékenység volt, ez egy honlap, szivőszabolcs.hu honlapunk, amelyen megjelenik egy helyi termék és szolgáltatási kataszterhez való csatlakozási lehetőség, melyben az önkéntes jelentkezőknek szintén felületet biztosítunk, hogy a tevékenységét reklámozza, termékeit bemutassa, és ezáltal ugye ki tudjuk ajánlani az megyénkbe látogatók számára. A hosszú távú tervek között szerepel, hogy azok a termelők és kézművesek, akik regisztrálva vannak ebben a rendszerben, megkülönböztető jelzést is kapjanak. Lehet egy védjegy, egy olyan védjegy, amely tanúsítja a résztvevők számára, hogy ők ennek a védjegynek a birtokosai, illetve a vásárlóknak, hogy milyen minőségű árut kapnak ezzel a védjeggyel. Ez egy komolyabb és hosszabb, dalmasabb fejlesztési folyamat, de talán ennek is nekivághatunk a következő években. Ez pedig a Paktum Plus programban folytatódik. A cél, hogy a helyi termelők is piacra jussanak, hiszen a rövid ellátási lánc kialakítása Európában is kiemelt fontosságú. Ez nem csak környezetbarát, de egészségesebb és gazdaságfejlesztő hatású is.